Nézd csak, ott van a nagyít. De előtte csüngessünk neki, jó? Megérkeztik? Egyes szám. Szia, Nagyi! Dávid vagyok, meg itt van a kis barátom, a Dani. Nem vagyok, kizimoltam már! Jó napot! Na, Dani! Dani! Mama, hoztuk a gyümölcsöket és a zöldséget, majd erezd le a kosaradat, mindjárt oda megyünk hozzád, jó? Köszönöm, drágáim, hogy gondoltatok rám. Ja, jövök. Gyere! Na, gyere, Dani! Dávid! Megjegyeztem, amit mondtál. Tényleg? Igen, a vitaminok megvédik a szervezetünket a vírustól, és akkor nem leszünk betegek. Nem nagyon ügyes vagy, Dani. Akkor indulás! Gyere! Ó, várjál a másik lábomat is. Jaj. Jó, mehetünk? Mehetünk. Itt van a kosaram. Nagyon örülök, hogy gondoltatok rám. Ja. Mindjárt leír. Csak lassan, Nagyi. Na. Tessék. Nézd csak, hoztunk neked egy kis zöldséget. Új, de finomat hoztam. Egy kis vitamint, megvéd magad, erősítsd az immunrendszert. Fontos az ezekben az időkben. Egy kis banán. Ó, egy banán elszökött. Azt hiszem, hogy minden megvan. Jaj, de finomakat hoztatok. Na. Hogy telnek a napjaid, Nagyi? Hát gyerekem, én nagyon vigyázok arra, hogy mit eszek. Látjátok itt is, mert sok vitaminban gazdag ételt fogyasztok. És minden nap jógázok. Jaj, de szuper. Reggel, és hetente kétszer pedig online jogázok. Oh. Ezen kívül mosok, főzök, vasalok, olvasok sokat, és interneten tartom a kapcsolatot a családommal, a barátaimmal. És nagyon rossz, hogy eddig nem jöhetett ki? Hát, bizony nagyon, nagyon rossz, de ma ki fogok menni fél órára, szabad lesz, mert akkor már annyira nem kell vigyáznom sem másokra, sem magamra. Itthon leszek különben, és itthon is vagyok, már március 16-a óta ki se dugtam csak az orromat. Küld még le a hulladékot, eldobjuk. A hulladékot? Igen, igen. Oké. Mindjárt. Csak lassan. Ez nem kötélen fut, ez már ilyen madzagon megy, neki ez jár. Így szoktam közlekedni nap, mint nap, és így legalább be van szépen osztva az időm, és telnek a napjaim gazdagabban bent, kint pedig majd később. Nagyon. Másfél-két órás séta, az hiányzik legjobban. Oh, megvan? Az ki lehet, igen, ki lehet úgy, és akkor már meg is egy. Van. Na hát, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt is elviszitek. Nagyon szívesen, Nagyi. És örülök, hogy láttalak benneteket, remélem legközelebb már benn leszünk, benn találkozunk. Én is remélem, várom már a finom kalácsokat. Na jól van, Nagyi, vigyázz magadra. Jó, vigyázok. Vigyázok Szinten nagyon mindenkire! Viszontlátásra nagyon köszönöm! Szia, hálás Nagyi! Vagyok! Aranyosak vagytok! Ja. Sziatok, lelkem! Sziatok! Minden jót kívánok! Szia, Nagyi! Szia! Sziatok! Felejtsd el a műanyag palackot! Ne pakold zacsiba, léci a narancsot, mert a mi műanyag az mindig hű marad, vagy ezer évig még itt lesznek veled, ne építs magadnak szemétből hegyet. Majdnem megtanultam. Na, egy, ez meg is van. Ezzel is meg vagyunk. Várjál, Dani. Igen? Egy kis kézfertőtlenít. Jaj, de jó! Nekem is. Neked is. Egy. Egyik kéz. Másik kéz. Hát, és akkor most
Dávid, irány a nagypapa! Így van. Na, indulás! Indulás! Csókolom. Csókolom. Anika, te jöttél. Tudod, mennyire vár már az ótati. Gyertek, mama, gyere be hamar. Szia, Nagyi! Szia! Szia! Szia, Nagyi! Tudom, könnyű, köszönés. Így. Jól van, itthon van a nagyapa? Igen, nagyon vár. Jól van, akkor megyünk, jó? Ül a padon és csak bósakodik. Jól van, jövünk már! Befáradni. Csókolom! Hé! Nagyapó! Ki az? Ébresztő! Megérkeztünk! Dani vagyok, a kisunokád, és elhoztam a barátomat! Ha-ho! Hey! Szavasz! Szia, Nagyi! Szervusz! Szia, Danika! Nagyapó, nézd, ki érkezett még! Kicsoda? Hát, Dávid, a barátom! Dávidkám, tiszteletem, köszöntelek az udvarunkba, nézzél szét, és érezd magad jól. Köszönjük, és... nagyapu, igen? Látod azt a nagy dobozt? Hú, és mennyi minden van benne. Igen, figyelj csak, nagyapa, hoztunk neked vitaminokat. Vitaminokat. Igen, tudod, mert Dávid azt mondta, hogy a vitaminok azok megvédik a szervezetet a vírustól. Érted? Igen. Na figyelj, hoztunk neked banánt, narancsot, zöldhagymát, kenyeret, tejet, meg... Tudod, mit mondott nekem? Mit? Tudod, mit mondott nekem Dávid a boltban? Mit? Hogy úgy szeret engem, mint az emberek a sót. Szóval hoztunk neked sót is. Ezt Dávidkám nagyon jól mondtad. Nagyapa. Igen. Én is úgy szeretlek téged, mint az emberek a sót. Nagyon jó. Szóval ezektől nem fogom elkapni azt a virgácsot, vagy mit. Hát a vírust, nagyapa, vírust. Jó, vírus, na igen. Vírus. Meg ez a... A bezárság, ez a karaté, tudod? Karantén! Na jó, ja, tudod, kicsit nagyot hallok! Nagyapa? Igen. Te tudod, hogy honnan ered az a... A só? Hát az a szólásmondás, hogy úgy szeretlek, mint az emberek a sót. Persze, hogy tudom. Na, elmondod? Elmondom. Figyelj, jaj, már nézd. Alig bírok állni, leülhetek egy kicsikét? Igen, légy szíves. És elmesélem, de figyeljél nagyon. Figyelek, tudod, mindig és figyelek. Dávidkám, te is figyeljél, mert ez nagyon tanulságos. Nos, figyeljél ide. Jaj, de szép van. Nagyon örülök, hogy eljöttél. Csak így messziről szeretlek, tudod? Igen. Nos, figyeljél. A sónak az eredete. A só az tulajdonképpen, elmondom, hogy mi is történt egyszer. Egyszer élt egy nagyon öreg király. Wow. És mivel öregedett állandóan, igen? Volt három királysága is. És volt három lánya is. És mivel nagyon öreg volt már, szét akarta osztani szépen a királyságokat. Aszerint, hogy melyik lánya szereti őt legjobban. Aha. És megkérdezte a legidősebb leánykáját. Lányom, mondd, te hogyan szeretsz engem? Erre tudod, mit felelt a legnagyobb lány? Nem. Azt mondta, édesapám, úgy szeretlek, mint a kék ég és a napsugár. Wow. A második leányka pedig azt mondta, úgy szeretlek, mint a szellő. Amikor símogatja az arcodat, akkor képzeld el, hogy én símogatlak. Ekkor a király megkérdezte a
legkisebb kisleányt. Igen. Te aztán hogyan szeretsz engem? Erre fel a kislány kivágta. Édesapám, úgy szeretlek, mint a sót. Erre aztán a király haragba gerjedt, és azt mondta, haszontalan vagy, távozz innen a szemem elől. Nem csak az udvaromból, a királyságból, hanem még az országomból is. És figyelj, hát nagyon szomorú történet. Kisleányka ment nagyon sokat. Elhagyta a királyi udvart, és egy erdőbe elfáradt, és leült egy fa mögé, és ott látta, hogy van egy odú, oda bebújt, és ott éldegélt. Tudod, mit evett? Nem. Nem vitaminokat, meg ilyesmit, hanem erdei földi epret, mogyorót. De te, nagyapa, az is tele van vitaminokkal. Igen, de nagyon fázott. A ruhája elszakadt, és azt se tudta, hogy hol van. Aha. És egy nap, képzeld, arra jött egy királyfi. Királyfi? Egy másik királyfi, egy másik országból. Igen. Oda nézett. Látta, hogy ott valami mozog bent az odúba, és odaszólt. Mondd csak, te ki vagy? Hercegnő? Boszorkány? Vagy netán az ördög? Gyere ki, mert fogom a puskámat, és odalövök. Erre fő a királylány megijedt, és remegve kiszaladt, és hát a királynak szinte el sem merte mondani még, hogy mi történt. De a királyfi, tudod, a szakadt ruha ellenére is látta, hogy a királylány, a legkisebb királylány milyen gyönyörű. És megkérte, hogy menjen vele. És mentek haza a másik királyságba. Ott a kis királyfi nézegette, és nem várt 3 hetet, 2 hetet, 1 hetet, 1 napot se várt, hanem papot hívott. Igen? És? Megesküdtek. Wow! És nagyon boldogan éltek. Hát persze, a szép ruhába a királylány még gyönyörűbb lett. Igen. És egyszer a királyfi megkérdezte, hogy mondd csak, drágaságom, aztán mi történt? Hogy kerültél te ide ebbe a hatalmas erdőbe? Hát akkor a királylány elmondta a szomorú történetét, hogy az édesapjának azt mondta, hogy úgy szereti, mint a sót. És erre a királyfi azt mondta, haszontalan, és elzavart. Az nos, apukája elzavarta. Elzavarta. Az öreg király. Erre fő a királyfi gondolt egy nagyon okosat. Igen? Mit, nagyapa? Mit? Képzeld, meghívta őt ebédre. Ebédre? A leánykának az édesapját. Igen, és? De megparancsolta a szakácsnak, hogy egy szem sót sem tegyenek semmilyen ételbe. A király, az öreg király megérkezett 6 lovas hintól. És a királyfi és az öreg király, a leányka apukája leültek ebédelni. Ettek. A leves jött először, és a király belekóstolt. Hát az olyan sótlan volt, hogy rögtön abba hagyta a leves evését. És akkor mit gondolta magába, hogy majd érkezik a marhahús, sült marhahús. Figyelsz, Danikám, nagyon tanulságos dolog. Hát a marhahúst hozták, az is sótlan volt. Jaj, a király kezdett nagyon mérges lenni, és jöttek a többi sültek. A király mind próbálta egyiket, másikat, harmadikat, és végül azt mondta, mondd csak, neked milyen szakácsod van,
hogy egy szem sót sem tett semmibe. Hát a sót én szeretem. Nos, ebben a pillanatban mit gondolsz, mi történt? Nem tudom. Kinyílott az ajtó. És? És megjelent a királylány. A legkisebb királylány. A legkisebb lánya. Jaj. Aki úgy szerette őt, vagyis szerette, igen, szerette igen, őt. Igen, mint a sót. Igen. És a király már akkor, amikor elzavarta, már akkor a szíve nagyon megfájdult, hogy ezt tette vele. És most, amikor meglátta, felugurott, átölelte. Jaj. És bocsánatot kért a lánytól, kislánytól, és neki adta a legnagyobb királyságot. Jaj, de jó! És azóta is nagyon boldogan élnek. Még a fiatal királyfi, a király is. Nos, most már megértetted, igen, Danikám? Igen, Dani, Dani, Dandika. Nagyon szépen köszönöm ezt a gyönyörű mesét. Hát ezzel tudtalak meglepni, mert te is megleptél. Olyan jó vagy, mert gondolsz ránk. Igen. Tudod, itt a nagymami is. Igen. Nagyika, simogasd meg őt is. Nagyi. Más se teszünk, csak arról beszélünk. Mikor jön a Danika, aki azt mondta nekünk, hogy egy nap mérnök lesz belőle. Hát és igen, épp... de addig még sokat kell tanulnom, nagyapa. Az biztos, hogy... Nagyapa? Igen. Figyelj, mi most már tovább kell, hogy menjünk, de ígérd meg nekünk, hogy nagyon sok vitamint eszel a nagyival együtt, hogy megvédjétek a szervezeteket ettől a csúnya fránya vírustól, jó? A virgácstól, jó? Na, jó. Igen, legyen a virgácstól, ahogy te akarod. Na, attól. Nagyapa? Igen. És ígérd meg, hogy a nagyival együtt itthon maradtok, és vigyáztok magatokra. Nem fogunk menni sehova, édes Danikám. Nagyapa? Nagyi? De még azért valamit szeretnék mutatni neked. Igen? Akarod megnézni? Igen. Emlékszel még a Bingo kis kutyára? Azóta igen. Megnőtt. És képzeld, iskolába is járt. Komolyan? Lediplomált. Wow. És tud labdázni. Jó, akkor azt még megnézzük, nézd és meg, utána és, pedig megyünk, és, jó? És azután meséld el mindenkinek. Bingo! Jó! Gyere ide! Úgy. És most tedd ide. Tedd ide. Bingo, Bingo, figyelj. Figyelj. Nem oda. Ide tegyed. Ide. Ide. Úgy. Wow! Bravo! Tedd vissza. Hozd ide labdát. Hozd ide. Hozd ide, Bingókám, tedd ide, mert nem bírok, nem jó, szépen tedd ide. Fogd meg, ide, ide, úgy. Köszönöm szépen, és most nézd csak meg. Nem bántod még, megfogjuk és eldobjuk. Ez jó volt, Dani. Igen. És tudod, mi következik most? Nem. Megkapod a jutalmad, mert jó fiú voltál. Igen. Megvan a csoki! Juhu!